Köszöntöm a Farkasverem Verem hallgatóit, mai műsorunk vendége, Csizmadi Ervin politológus, és hát ez egy beszélgetésnek tulajdonképpen a második része. Megjelent egy cikka a tollatból, ugye, politikai ajánlatok Magyarország számára a 21. században. És hát erről beszélgettünk múltkor is, és akkor én azt mondtam, és abba állapodtunk meg, hogy mivel ez a az egész köthető a 2009-es Kötsei Orbán beszédhez, hogy annak a második részéről beszélgetünk, a centrális erőtér, amelyik egy teljesen új, legalábbis a mai magyar szóhasználatban, politológiában, politikában egy új fogalom. Ugye mindig egy kicsit az amerikai példát átültetve két nagy pártról beszéltünk, hogy a szocialista párt, meg a, meg a jobboldali ellenzék, és ez a centrális erőtér, ezt az egész teóriát, gyakorlatot is felül írja, ha jól gondolom. Hát köszöntelek én is, és a hallgatókat is. Hát egy pár hónapja voltam itt nálad, és akkor a 2009-es Orbán Köccsei beszédről beszéltünk, és ha, emléke, ha, esetleg van olyan hallgató, aki erre visszaemlékszik, akkor emlékeztetem őt, hogy tulajdonképpen a centrális erőteret emlegeti mindenki e beszéd kapcsán, és mégis 50 percet annélkül beszéltünk, hogy a centrális erőteret szóba hoztuk volna, mert hogy ez a 2009-es beszéd, ez nem csak a centrális erőtérről szólt, hanem egyéb dolgokról, és a centrális erőtér a beszédnek az utolsó negyedében került Azt mondjuk akkor, hogy ez volt a poén. Az volt, az volt a poén, és most talán onnan vinném tovább, hogy tulajdonképpen hogy épül rá a centrális erőtér gondolata, mindarra, ami a beszédben korábban ugye elhangzik. És tulajdonképpen két dologról beszéltünk, az egyik az az, hogy Orbán ebben a beszédében Magyarországot egy egyedi országnak, Nevezi. Ez volt az egyik dolog, ami végigvonul a beszéden, hogy tulajdonképpen a politika feladata, és a 2009-ben kormányra készülő fel, a jobboldal feladata az, hogy Magyarországot ebben az egyediségében megőrizze. És most gondoljunk bele, hogy 2022-ben is tulajdonképpen erről van szó, hát most ugye az Amerikában elmondott beszéde, vagy bármi másra gondolunk és amiért őt annyian támadják, ugye Európában és itthon is, az az, hogy nem akar beilleszkedni ugye az európai mainstreambe, hanem ezt az egyediség. Tehát Magyarország mindenki mástól különbözik. Ez, ez a fő tétel 2009-ben és 2022-ben is. És azt mondjuk, hogy azt mondják, hogy vajon ez a kérdés, ez a sikerútja vagy a bukási? Hát a 2009-es beszéd az egyértelműen azt mondja, hogy minden a sikernek van alárendelve. Tehát tulajdonképpen, amikor a beszédben elég hosszasan beszél arról, hogy a baloldal és a liberális oldal hol rontotta el akkor azt hozza szóba, hogy ott, hogy a sikernek a feltételeit nem tudta megteremteni, mert az az ajánlat, amit 2002 és 2009 között a baloldali liberális kormány tett, az egészen egyszerűen megbukott. Mi bukott meg? Megbukott például az a hatalompolitika, így fogalmaz Orbán, hatalompolitika, amit a liberális kormányok ajánlottak a magyar társadalomnak. Továbbá megbukott az az elit minta és ez volt az a másik dolog, amiről a múltkor nagyon sokat beszéltünk, amit szintén a baloldal ajánlott. És nagyon érdekesnek tartom, hogy Orbán Viktor ugye Bibó Istvánra hivatkozott ebben a beszédében, és Bibó mit mondott, hogy az elit legfontosabb feladata, hogy mintát szolgáltasson a társadalomra, és ez a baloldali és liberális minta, ez nem volt megfelelő a magyar társadalomnak. Tehát a hatalompolitika és az elit minta, mint két olyan dolog, ami miatt 2009-ben már kirajzolódott az, hogy a baloldal nem fogja tudni folytatni a kormányzást. Sose hittem volna, hogy egyszer Orbán Viktor Bibó Istvánt veszi elő, és szegezi szembe baloldalra. De várjál, hát azért 90 és 2009 között azért eltelt 19 év, és azért ne felejtsük el, hogy sőt, 88, amikor a Fidesz megalakult, hát a kezdet-kezdetén a Fidesz nagyon sokat hivatkozott Bibó Istvánra. Sőt, az egész magyar rendszerváltó elitnek ikonja volt Bibó István, abban viszont igazad van, hogy talán te is akkor ezek szerint elfelejtetted, hogy nem csak hogy a Fidesz, hanem az összes többi párt is elhagyta Bibó István. Tehát a 90-es évek közepétől Bibó kezd kiszorulni, nem találnak már benne olyan tételeket, olyan szellemiséget, amit használni tudnának, és ezért nem is nagyon jön elő. Így ilyen értelemben az, hogy Orbán 2009-ben előveszi, azt tulajdonképpen egy kuriózumnak tekinthető. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy szerinted Érdemes lenne egyszer beszélgetni Bibóról, a mostani dolgok tükrében. Nézd, a Bibóról mindig érdemes beszélni, de ha már ezt a kérdést így teszed fel, akkor én ezt kitágítanám a választ, és azt mondanám, hogy Bibon kívül is rengeteg mindenkiről érdemes beszélni. Ugyanis rengeteg mindenkiről nem beszéltünk semmit, és most nem csak olyan emberekről regondolok, akik mondjuk ilyen nevesek, mint Bibó István, hanem egy csomó olyan kevésbé ismert ember, aki például a 20. századi magyar történelemben fontos szerepet játszott, akiknek a politikáról, demokráciáról, pártokról, hatalomról, egyebekről van mondani valója, hát itt gyakorlatilag egy, 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 egy évadot végig lehetne ezekről az emberekről beszélni. Nekem egyébként ez szívügyem, ha már itt tartunk nekem megjelent egy könyvem 2020. -on egyben, vagy talán húszban inkább Milyen Magyarország, Milyen Európa, ez ennek a könyvnek a címe, ez egy szöveggyűjtemény, bocsánat, hogy itt ilyen önreklámot tartok, amiben 19. század végé és 20. század közepi magyar politikai gondolkodók szövegeiből tettem egy válogatást. Azt hiszem 16 vagy 17 olyan szerző, akiknek a nevei ma már nem nagyon ismertek, de remek dolgozatokat írtak. El fogom olvasni. Egy olvasóval több. Kérlek, vagy összesen egy olvasó, ezt is mondhatjuk. Nem hiszem, nem hiszem. Szóval térjünk vissza köcsére a beszédre, a centrális erőtér. Ugye ez a téma is már tulajdonképpen a felültést azt meg is tettük. Nézd oda, itt talán onnan, onnan lehetne kezdeni ezt az egész dolgot. Ugye mondtad, hogy ez egy kuriózum, ez a centrális erőtér. Tehát valami olyasmit kell azért először megemlítenem, hogy, hogy hogy ez előtte, tehát 2009 előtt ez a gondolat azért messze nem volt, hogy mondjam, jelen a magyar közéletben. A Fideszben sem. És a Fideszben sem, így van. 1998-ban, amikor a Fidesz kormányra került, abban az évben Orbán Viktor adott egy interjút egy holland embernek, egy holland politikusnak, ne felejtsük el, hogy ekkor még a liberális internacionális alelnöke volt Orbán Viktor, és egy liberális holland politikusnak adott interjút, Fritz Bolkensteinnek egyébként, és ez a kötet Hollandiában megjelent. Ezt Magyarországon magyar nyelven nem lehetett olvasni. És ebben az interjúban Orbán a következőt mondja, nagyon jó lenne, hogyha Magyarországon egy kétpólusú rendszer jönne létre. Az egyik pólusát a baloldal, az MSP, a másik pólusát pedig az akkor már növekvőben lévő, sőt kormányra kerülő Fidesz alkotná. Tehát, mit akarok mondani, 10-11 évvel a kötsei beszéd előtt, a 2009-es beszéd előtt, Orbán még abban gondolkodott, akkor még a Fidesz messze nem tartott ott, mint 2009-ben, hogy tehát egy kétpárti váltógazdálkodást kellene létrehozni. Miért gondolta ezt? Azért gondolta, mert 90 és 98 között egy sok rendszer volt Magyarországon. És a sok rendszer használtuk már az előbb ezt a fogalmat, hogy siker ezt a siker kritériumot nem tudta teljesíteni. Ugye mi történt? Négy évenként cserélődtek a pártok, ugye a magyar társadalom egyre inkább eltávolodott a rendszerváltás optimista várakozásaitól, magyarán nem jöttek be azok a várakozások, amelyek a rendszerváltáshoz fűzöttek, és ennek volt egy lenyomata a pártrendszerben is, és a Fidesz és Orbán elkezdte keresni azt, hogy hogyan lehetne a magyar pártrendszert leegyszerűsíteni a sok pártrendszer, kettő pártrendszer csinálni. És valahogy 98 után ez létre is jött, és egészen 2009-ig mondhatjuk azt, hogy ez a két pártrendszer, vagy én inkább úgy mondanám, hogy két blokkrendszer működött Magyarországon, és akkor ebbe a helyzetbe hasított bele a 2009-es kötsei beszédnek az a gondolata tehát, hogy már ezt is meg kell haladni, és ehelyett is létre kell hozni valami mást. Csak hogy 98-ban, mikor 88-ban, ugye? Hogy is vagyunk? 98-ról beszélünk. Igen. Csak hogy 98-ban mondhatjuk azt, hogy nem a Fidesz győzött, hanem egy magyar jobb-közép gondolkodás, politikai csoportosulás, aminek a Fidesz volt a vezérhajója. Tulajdonképpen a reménységet hozta be a akkori meglehetősen a avit egy majd, hogy nem azt mondanám, hogy a tavit e, jobboldali magyar politikai világba. Tehát nem az történt, hogy az emberek a Fideszre voksoltak így, mint fogalomra, hanem arra, hogy egy korszerű jobboldal jöjjön létre, és az összes szavazó MDF-esek is minden rakták a voksukat tulajdonképpen a Fidesz mellé. Hát az MDF ugye még önállóan 98-ban létezik, sőt a Kisgazdapárt is létezik, sőt ők a koalíciós partnerei is a Fidesznek. De szavazóik már nem nagyon e, nem igen, annyira, mint az előtt. Valóban, ha már így belemegyünk a részletekbe, akkor tulajdonképpen itt 94 és 98 között történik egy áttörés. A Fidesz 94-ben ugye a parlamentnek a legkisebb pártja volt, miközben egy 54 os MSZP volt, csak úgy mondom. És ez a Fidesz 94-ben még nem volt abban a helyzetben, hogy ő legyen a kovásza egy jobboldali együttműködésnek. Megtette az ajánlatát, hogy szeretne ő lenni, de ezt a többi ellenzéki párt, a kisgazdák és az MDF és a KDMP nem fogadta el. Gyerékes ajánlatnak tartotta. Hát igen, mert akkor még a Fidesz ugye liberális pártként volt elkönyvelve, és hát maga is annak tartotta magát. Viszont kettő év múlva, 96-ban már változott a helyzet. Tehát, hogy milyen gyorsan tud a politika változni, tehát 1996-ban a Fidesznek azt az ajánlatát, hogy a Fidesz lesz a vezető erő a jobb oldalon, azt a többi jobb -közép párt vagy jobboldali párt már akceptálta, és megtörténik két nagyon fontos dolog, amire egyébként Orbán is utal ebben a 2009-es kötsei beszédében. Az egyik dolog, hogy a háttérben lévő jobboldali értelmiség elfogadja a Fideszt 96-ra. 94-ben még nem fogadta el. A másik pedig, hogy a katolikus egyház szintén beszél ebben a kötsei beszédben Orbán erről, hogyha a katolikus egyházzal nem sikerül egy megállapodást kötni, 96-tól kezdődően, akkor ez az egész jobboldali építkezés nem következik be. És ennek volt, ennek a 96-os két dolognak, tehát az értelmiséggel való megegyezésnek, illetve az egyházzal való megegyezésnek a következménye az, hogy ez, ez, ez a nagy jobboldal, ez elkezd épülni, és aztán 98-ban megnyeri a választást. Miközben Orbán Viktor Református. Igen, de hát nyilván reálpolitikusként azt mondta, hogy ugye egy olyan megállapodás is kell, ami az egyházat, a katolikus egyházat a, a, a jobb oldal mellé állítja. Hát ez valóban nem kis dolog volt. Egyébként hát ezt azóta is a szemére vetik ugye az ellenfelei, mondván, hogy hát az egyházat hogy lehet olyan helyzetbe hozni, hogy egy politikai irányzattal konkrét megegyezést kössön, és Orbán is utal erre egyébként, hogy ilyen a magyar történelemben korábban még soha nem volt. A vasárnapi újságban, ugye ez egy legendás rádió műsor volt, aminek én büszke mondanom, hogy a munkatársa voltam, sőt, két alakabban főszerkesztője is, vagy két ciklusban. Nemeskült István egy interjúban mondta először, hogy a magyar jobboldal politikai vezére, az Orbán Viktor, ez a magyar értelmiségnek ugye ő egy ikonja volt, amit ő mondott, az tulajdonképpen szentségnek számított, és ott ő ezt deklarálta, elég nagy visszhangja volt, én egy kicsit húztam is a számat akkor, mert Mátyás királyhoz az hasonlította, és én azt gondoltam, hogy azért mindenek van határa. A reménységnek is vannak határai. Most már nem vagyok olyan biztos benne, hogy, hogy húznám a számat, de még mindig mondjuk egy ilyen romantikusnak értem ezt a párhuzamot. De abba, igaz, de abba igaza volt Nemes eskürtinek, hogy itt van a új magyar jobb oldal vezére, vagy a magyar jobb oldal új vezére? Nézd oda, ugye talán, talán ne, ne is a vezérségről beszéljünk először, hanem beszéljünk arról, hogy mi volt az az új donság, amit itt a Fidesz kínálta a 90-es évek közepén, és ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, és a mai magyar ellenzék számára is egy megfontolandó dolognak. Tehát, hogyha a mai magyar ellenzék valaha kormányra szeretne kerülni, akkor, akkor mire érdemes figyelnie? Tehát, és szerintem az újdonsága a Fidesznek az 94-től kezdődően, hogy képes tanulni az ellenfeleitől. Ugye az előbb már utaltam rá, és a hallgatók is, idősebb hallgatók nyilván emlékeznek rá, hogy 94-ben az MSP 54%-ot ért el. Hozzájött ugye az sds nek a 18%-a, és ezzel a két párt együtt 72%, ami azt jelenti, hogy a rendszerváltás utáni magyar politika történet legerősebb kormánykoalíciója volt az. A mostani 2010 utáni Fidesz kormányok egyikese Értel 70% fölötti eredményt. Élt négy évet. Igen. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert, ahogy szintén utaltam rá, a Fidesz meg a parlamentnek a legkisebb pártja volt. Na most egy ilyen legkisebb szerepből, ugye a legkisebb királyfi a mesékben persze tudjuk, hogy milyen kedves szereplő tud lenni, de nagyon sokszor meg azt látjuk, hogy aki nagyon kicsi, az úgy elkönyveli magát, hogy én kicsi vagyok, ne akarjak a nagyok dolgába beleszólni, és így tovább. A Fidesz nem ezt tette, hanem célokat tűzött ki maga elé. Hát az egyik cél ugye mi volt? Az volt, hogy a liberálisból átmenjen mondjuk egy polgári vagy jobboldali párt. Tehát ez már önmagában egy horribilis cél. Azóta is látjuk, hogy az ellenfelei ezt rendkívül nehezen... Fölhány Hát minimum. De a másik cél szerintem még ennél is fontosabb, hogy kicsi pártból nagy pártá váljak. Gyűjtőpárt legyen. Gyűjtőpárt legyen. Na most ha megnézed a mostani magyar ellenzéket, a hat pártit, most a mi hazánkat vegyük ki belőle. Ennek a nagy része, a hatból legalább három, de lehet, hogy négy, az ugye egy, kettő, három százalékos párt. És az emberben az a kérdés vetődik fel, hogy most ezek a pártok hogyan definiálják tulajdonképpen önmagukat. Mit akarnak kezdeni a saját kicsiségükkel. És mivel annyira utálják a Fideszt, hogy nem tartják lényegesnek, hogy a Fidesz modelljét elemezzék, ebből következőleg, hát nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek a picike törpe pártok, ezek ilyenek is maradnak, egy év múlva, két év múlva, öt év múlva is. Vagy eltűnnek. Vagy eltűnnek, de még azt is el lehet képzelni, hogyha mindig összefognak a választáson, akkor mindig bejuttatnak pár képviselőt. Ugye? Tehát magyarán, azt akarom mondani, hogy itt a Fidesz újítása az az volt, hogy azt a szituációt, amiben került 94-ben, azt egy kiinduló pontnak tekintette, és megpróbált abból elrugaszkodni és kitalálni, hogy a nagy msp vel szemben, hát egy 54%-os pártal szemben, a 8%-os Fidesz az ugye nem rúgott volna a labdába, hogy lehet fölfejleszteni magunkat úgy, hogy versenyképesek legyünk, és emlékszel, pár perccel ezelőtt arról beszéltünk, hogy két blokkrendszer, két pártrendszer, tehát néhány évvel később a Fidesz már partiban van az msp vel majd pedig a 2000-es évek folyamán mi történik? Hogy fokozatosan az MSP fölé kerekedik. És mit látunk ma? hogy az MSZP is az egyik azoknak a törpe pártoknak, amelyek immáron a parlamenti küszöb alatt vagy környékén tanyáznak. Ebben a határtalan ambícióban én már látom Orbán Viktor, a későbbi Orbán Viktor lenyomatát, karakterének a lenyomatát. Hiszen az Orbán Viktor legalábbis én úgy gondolom, hogy valósággal keresi a kihívásokat. Mi azt is mondhatnánk talán, hogy egy civil ember számára még jobban is keresi, mint kéne. Mondjuk mi. Most egyelőre ugye, amiket én mondok, abban semmi kritikai él nincs, meg semmi minősítő él, én megpróbálom így leírni a folyamatokat. De ugye? azért ez mindig egy vád az Orbán Viktorral szemben, hogy keresi a konfliktusokat. Igen, de akkor most hozzunk be még egy elemet, mert a magyar közvéleményben szerintem van egy, van egy félreértés, hogy hogy minden csak ilyen belpolitikai szemszögből nézünk. Igen. Tehát te is azt mondod, hogy Orbánban ez van, az van, az van. De az, hogy a Fidesz ilyennél lett, hogy kicsiből nagypárta akart lenni, az nem csak azon múlott, hogy akkor már Orbán úgymond egy tehetséges politikus volt, és aki már tudta, hogy mit kell csinálni, stb., hanem az, hogy elkezdtek tanulmányozni nemzetközi mintákat. Tehát, hogy hogy történik a politika külföldön. És hogy lesz például külföldön kis pártból nagy pártá valami? Hogy lehet a politikai versenyt megfordítani? Vagy például hogy lehet mondjuk a jobb oldalon lévő sok-sok pártból egy nagyot csinálni? Ezt Orbán Viktor önmagában nem tudta. Ezt senki nem tudta Magyarországon. Miért nem tudta? Hát azért, mert nem volt magyar példa a Kádár rendszerben. Nem volt több pártrendszer a rendszerváltás utáni pár év meg nem volt elég ahhoz, hogy ezt kitanulmányozzák. Ezért én nagyon fontosnak tekintem azt, hogy elkezdtek például angol példákat nézni. Margaret Thatcher-nek az időszakát elkezdték elemezni. Elkezdtek francia példákat nézni. Mitterrand kormányzását és az látszik például, vagy spanyol példákat, és az látszik mondjuk a francia és a spanyol példa tanulmányozásában, ezt egyébként én korábbi tanulmányokban részletesen leírtam, tehát én magam ennek utána néztem, azért mondhatom ezt így el, hogy mind a franciáknál, mind a spanyoloknál baloldalon sok-sok párt volt, és ahhoz, hogy például Mitterrand választást nyerjen, aki egy szocialista volt, vagy ahhoz, hogy Spanyolországban Felipe González, talán a neked még mond ez a név valami. Ogyne választást nyerjen, ahhoz az kellett, hogy a baloldali kis pártokat, ha szószoros értelmében legyűrjék, maguk alá gyűrjék. Bizonyos értelemben ez történik, ugye ezt a magyar ellenzék, a ballib ellenzék leszalámizásnak szokta nevezni, hogy a kisgazdákat is, MDF-et is, KDMP-t is leszalámizta Ez Fidesz. Igen, voltak éppen végeredményében ez történt, de valójában ez volt a versenyképességnek a feltétele. És az egész mögött felsejlik egy ember, akinek nagyon keveset emlegetjük a nevét, ez pedig, ez pedig Telér Gyula. Aki egy. valahogy azt is mondhatnám, a Fidesznek egy rejtőzködő politikai szellemi háttere volt olyan nyira, ugye, hogy 1996 és 2013 között, vagy 14 között három alapvető munkát is írt ami a Fidesz épülése szempontjából meghatározó. Ugye a hallgatók nem, nem biztos, hogy tudják, hogy Tellér Gyula ugye 90 után sds es Igen. országgyűlési képviselő és publicista, közgazdász, stb. volt. Honnan jött a honnan Orbán Viktor? Ég. Aztán 1996-ban már kiszállt az sds ből és volt neki egy tanulmánya, a század végcímű folyóiratban, amely akkor még egy sokkal elméletébb jellegű folyóirat volt, és még nem volt olyan pártkötődése, mint mondjuk ma. De a, de a forrás szimbolikus. A forrás mondhatjuk. szimbolikus, de. És ebben Tellér Gyula a következőt írja: 96-ban figyeld. Azt írja, hogy a magyar politikának a Fidesz a legabstraktabb pártja. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy szubkultúra nincsen neki társadalmi beágyazottsága. Mi tehát a feladat? Meg kell kezdeni a Fidesz társadalmi beágyazottságát megteremteni. Hogyan lehet ezt megtenni? Úgyhogy el kell kezdeni vidéken kiépíteni ugye ennek a pártnak a hátterét, mert körbe úgy nézett ki 96-ig a Fidesz, mint ma a Momentum, vagy a párbeszéd, hogy Budapesten kívül nem igen volt ugye helyi lerakata. A pár utcai fiúk. Hát így is fogalmazhatnánk. Tehát ez volt Tellérnek az első munkája. A második munkája, ami a 2009-es Orbán kötsei beszédben már szintén benne van, néhány hónappal a köcsei beszéd előtt jelent meg a Tellérnek, a rendszere a rendszerváltás rendszere című tanulmánya. Emlékszem rá. És ebben tulajdonképpen elég sok olyan gondolat van, ami a... 2009-es Orbán beszédbe átemelődik. És a harmadik nagy telléranyag, és szerintem ezzel végződik tellérnek a Fidesz vagy az Orbán körüli pályafutása, az pedig 2013-as nem sokkal ugye a, a Tusznátfürdői híres illiberális beszéd előtt jelent meg, és nagyjából azt mondhatnám, hogy, hogy ezzel 2014-jel a Tusnát fürdői beszéddel le is zárul a Fidesznek az a korszaka, amit én belpolitikai korszaknak nevezek. Ugyanis erről nem tudom, hogy akarunk-e beszélni, mert ez egy kicsit már túlmutat a 2009-es beszéden. Arról beszélünk, amiről te akarsz. Jó. De ak akkor viszont határozottan megemlíteném, hogy én úgy gondolom, hogy ez a 96-tól 2014-ig terjedő korszak, ez arról szólt, hogy a Fidesz hogy próbálja magát belpolitikában felfejleszteni, hogy próbálja más oldalról leverni a baloldalt, és a helyére lépni, és miután ez 2013-14-re úgymond befejeződött, ettől kezdve jön a Fidesznek az úgynevezett külpolitikai korszaka, amikortól kezdődően a Fideszben már úgy érzik, hogy nincs különösebb belpolitikai feladat, már olyan értelemben, hogy pártpolitikai, megnyertük itthon a csatát, elértük azt, hogy a centrális erőteret létrehoztuk, és ettől kezdődően Külpolitikai irányultságú fordulat van, és ennek eredménye tulajdonképpen mindaz, ami most itt Dallasban is történt. Na most, ugye ehhez az is kellett, hogy a magyar választók elutasítsák azokat a válaszokat, amiket a baloldali és liberális pártok az ő kérdéseikre adtak itt a baloldali és liberális pártok alatt elsősorban a MSZP-t és a SZDSZ-t értem, majd később a DK-t is. Ugye SZDSZ esetében ez olyannyira is manifestálódott, hogy megszűnt a párt. Igen. Um, Tehát, a Bocsánat, vérszagot kapott a Fidesz, azt is mondhatnám. Um, így is lehet mondani, de akkor még mondok egy elemet ahhoz, amit elkezdtem arról, hogy, hogy mi volt az újítása ugye, a Fidesznek. Tehát kis pártból nagy pártá válni. Egy ideig az, hogy két pártrendszer legyen. Tehát Orbánnál feltűnik az embernek az, hogy mindig van egy, egy célja, de amikor úgy látja, hogy azt a célt nem tudja elérni, akkor módosít a célon. És a két pártrendszer mondom, egy ideig volt, aztán a Fidesz valóban túlnyerte magát, és akkor ettől kezdve már nem volt lényeges a két pártrendszer. Ami itt ebben a 2009-es kötsei beszédben még nagyon érdekes az én számomra, az, 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 az értékrendszerek különbsége. Tehát azt mondja Orbán, hogy azért kell centrális erőteret csinálni, mert hogyha meghagyjuk a duális erőteret, a duális erőtér ugye az, hogy tehát erős baloldal, erős jobb oldal. Republikánusok és demokraták. Mondjuk így akkor egy ilyen önemésztő, végeláthatatlan, kontraproduktív értékvita lesz a két oldal között, ami sehova se vezet. Pofaszkodás. Minden utca sarkon. így is lehet fogalmazni. Na most ez egyfelől én értem, hogy mi a logika emögött. Az a logika meg is mondja, hogy ne értékviták legyenek, hanem nemzeti ügyek kormányzása. Vajon megtehető-e egy plurális demokráciában, hogy létrehozunk egy olyan állapotot, amelyben az értékvitákat meg akarjuk szüntetni, magyarán meg akarjuk fosztani magunkat attól, hogy ilyen értékviták zajoljanak. Szerintem ennek a 2009-2010 óta tartó korszaknak ez az egyik legnagyobb kérdése, és hogyha az előbb mondtam, hogy csak leíró módon beszélek, akkor most itt egy kritikai attitűdöt is meg kell fogalmaznom. Tehát a plurális demokrácia a lényege, hogy az értékviták megszüntethetetlenek. Tudom, hogy borzasztóan hervasztóak is tudnak lenni ezek az értékviták, mert, mert időnként azt érzi az ember, hogy tényleg süketek párbeszéde, egy, elbeszélnek egymás mellett, és így tovább, és így tovább. Mégis azonban ez gyakorlatilag a plurális demokráciának a lényege. Ezzel azt is mondtam, hogy tulajdonképpen egy lényegi funkció itt az elmúlt 12 évben megszűnt. Igen, ez így van, de vitatkozni akkor lehet, ha van kivel és miről. Most miután szétesett az SZDSZ, elkezdett hervadni az MSP és jöttek föl ezek az új mozgó, jobbik, DK. Szóval most nagyon csúját fogok kérdezni, van-e valaki a másik oldalon, akikkel értelmes vitát lehet folytatni? Mert szép dolog, amit te mondasz, a demokrácia velejárója, a pluralizmus velejárója, az állandó párbeszéd. Na de hát, ha nem kapsz rendes válaszokat, és ebbe egyetértettük mind a hogy például a szavazók azért fordultak el ezektől a pártoktól, mert nem kaptak a kérdéseikre érdemi választ, akkor kivel vitatkoznak és miről? A választ úgy tudom neked megadni, hogyha most megint Európa felé nyitunk. Ugye, Európára menekülünk? Hát nem, nem. Európára vetjük a tekintetünket, hogy úgy mondjam. És Európában mit látunk, hogy ez a kérdés, amit te feltettél most nekem, ez a kérdés így nem merül föl. Egész egyszerűen azért nem merül fel, mert mindenütt olyan pártok vannak, amilyenek. Létrejönnek, pár hónap alatt népszerűek lesznek, bejutnak a parlamentbe mit az Isten kormányt alakítanak. Mondok neked egy példát, ugye Bulgáriában mondjuk egy négypárti koalíció jött létre 2021-ben, mára már megbuktak, de minden esetre 21 előtt a négy párt közül kettőnek vagy háromnak senki nem tudta a nevét se, senki nem tudta, hogy kik vannak benne, és így tovább. Magyarán azt akarom mondani, hogy e Európában azért egy kicsikét másképp van ez a dolog. Tehát ott nincs egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen norma, hogy csak olyan párt, tehát hogy legyen kivel vitatkozni. Mert ott kavarog a közélet, mindig előjönnek újabb és újabb szereplők, és érdekes módon azok le tudják győzni, a kormányon lévőket. Például le tudták győzni Csehországban Babist, akiről nem gondoltuk volna, hogy le tudják győzni. Le tudták győzni ezt a Bojko Borisovot, Bolgáriában, akitől szintén nem tudtuk, és le tudták győzni Netanyahut, Izraelben. Magyarországon azt gondolom, hogy egy kicsikét... Az az, az, az egy problématikus dolog, hogy 2010 óta tényleg van egy ilyen, van egy ilyen hogy mi mondjam, norma, hogy csak Orbán és rajta kívül senki más nincs. Tehát bizonyos értelme kialakult egy ilyen szemlélet. Ez ellen az ellenzék kétségkívül nem nagyon tudott sokat tenni. Mert ők is Orbánnal foglalkoznak állandóan. Nem annyira magukkal. Igen, és itt, itt, itt az ő kritikájukra is meg lehet azt említeni, hogy amit a Fidesz kapcsán mondtam, hogy miért tudtak fölemelkedni, mert tanultak. Az ellenfelé tanultak az MSZP-től, illetve tanultak a külföldből. Nem látom az ellenzéken, hogy mit tanul a külföldi példákból, illetve nem látom, hogy mit tanul a Fidesztől. Itt visszaüt az, hogy túl, túl kényelmesen és túl felszínesen intézi el az ellenzék a Fideszt. Mit mond? Azt mondja, hogy Orbán diktátor, a Fidesz autokratikus rezsimet épít ki. És fordulunk Brüsszelhez. Az most majdnem mellékes is ebből a szempontból, tehát magyarán kívül helyezi a Fideszt azon a tartományon, amelyel érdemes neki úgy foglalkozni, hogy pozitív tanulságokat tudna levonni belőle. Tehát ahhoz, hogy az általam ideálisnak tekintett helyzet létrejöjjön, ahhoz, mármint hogy egy plurális vita szituáció legyen, az én véleményem az, hogy mindkét félnek változtatnia kell. A kormány oldal sem lehet annyira, hogy mondjam, egyoldalú az ellenzékkel szemben, mint amennyire, és az ellenzék sem lehet annyira felszínes a kormányjal szemben, mint amennyire. Máskülönben létrejön az a helyzet, ami a magyar politikában, a magyar történelemben mindig ismert volt, hogy örök kormánypártok lesznek, és örök ellenzékek lesznek, és lehet, hogy erről is érdemes két szót váltanunk, hogy ez, ez miért van? Ugyanis az Orbánizmus az egy magyar történelmileg egyáltalán nem unikum, hanem azt lehet mondani, hogy a tipikus példa. Tehát Magyarország Orbánnal a 2010 utáni Orbán rendszerrel visszatért a mindenkori működés módjához. Ez az igazán izgi kérdés, hogy ez miért történhet így. Kerülgetjük a forrókását. Én ugyan nem. Mert azt gondolom, hogy ezekbe a, ebbe a példázatban benne van az, amit én Amúgy is meg akartam kérdezni, hogy, és itt, ha lehetséges, próbáljuk félretenni az előítéleteinket, és a hallgatótól is azt kérem, hogy lehet-e párhuzamot húzni valamilyen módon a hortikorszak és a mostani centrális erőtér között. Pártpolitikailag talán igen, hiszen Egyesült párt, vagy hogy hívták azt a. Pártot, aztán később más nevein is, néven is futott. Hát én, én látok hasonlóságot. Az ellenzék is ezt szokta leginkább az Orbánék fejére olvasni, hogy tehát nagyjából úgy működik ma a politika, mint a Horthy korszakban. De ez megint csak a válasznak az egyik fele, és rendben van, ne kerülgessük, és én eddig sem akartam kerülgetni, ha úgy tűnt, akkor elnézést kérek. Nem, én csak erre az egy dologra gondoltam. Is. de, de itt többről is szó van, mert a hortikorszak előtti korszakban is nagyon hasonló volt a szituáció. És mindig csak a hortikorszakig jutunk el, holott ugye az 1867 utáni dualista korszakban is volt egy hosszú évtizedeken keresztül leválthatatlan nagy kormánypárt, pedig az egy liberális rendszer volt. És ott mindenki liberálisnak vallotta magát. Ez a legjobb válasz, amit eddig hallottam erre a problématikára, ez a kiterjesztés, a kiegyezésig. És az, hogy ez egy liberális párt volt, az a nagy párt, és tényleg így volt. És a lényeg tehát az, viszont mi következik ebből, hogy két egymástól nagyon elütő korszakban, mert az egyik ugye egy liberális korszak, a másik egy keresztény nemzeti korszak, nagyon hasonló képlet jön elő, és aztán ma, amelyik megint egy harmadik korszak, Uram bocsá, uram, bocsá, még ide vehetjük vicces módon a kádárrendszert is. Lehet, hogy ez, 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 neked nagyon nem fog tetszeni meg a hallgatóknak, de a kádár korszak is lényegében majdnem beleillik ebbe a sorba, csak ott már nincsenek is pártok, hanem egy pártrendszer van. Nem tudsz olyat mondani, amit én ne nagy megértéssel, <laughs> és irántad való rokon szemvel. E, jó, de ami a lényeg, hogy azért lehet ennyi különböző rendszerben nagyon hasonló pártpolitikai képlet, mert úgy tűnik, hogy a magyar politikai fejlődésben valamilyen módon a magyar társadalom mindig az ilyen hosszú azonos pártok általi kormányzás alatt találja meg leginkább a számítását. Tehát ez a legizgalmasabb dolog, mert amit mondtam neked Bulgáriáról, meg Izraelről, meg Csehországról, meg a többi, kavarog a politika. Gyakran vannak kormányváltások, sokszor van előrehozott választás az elmúlt 32 évben Magyarországon nem volt előrehozott választás, ugye? Tehát ez is egy nagyon érdekes képlet, hogy körülöttünk szinte minden ott, ugye most megbukott az olasz kormány például. Épp azt akartam, hogy olaszokról még nem is beszéltünk. Olaszokról még nem is beszéltünk. Úgyhogy, tehát itt, minthogyha az lenne egy, egy nagyon masszív hagyomány, hogy a társadalom nagy része igényel maga fölött egy ilyen pártot, nem igényli a gyakori kormánycseréket, mert nem bízik abban, hogy a stabilitást meg lehet tartani, hogyha gyakran van kormánycsere. Nézd meg, nem véletlen a stabilitás a kormánynak, a mai magyar kormánynak is az egyik fő és ez volt a régi magyar kormányoknak is a fő hogy megőrizni a belső békét, biztonságot, amit az ellenzék veszélyeztetne. Miért? mert az ellenzékben ugye 6-7 párt van, különböző részérdekeket képviselnek, és hogyha ők majd hatalomérő jutnak, akkor elkezdenek veszekedni, és akkor abból nem lesz közjó. A közjót tehát csak mindig egy párt tudja fenntartani, ami összegyűjti a legkülönbözőbb társadalmi érdekeket, és azokat képviseli. A Fidesz ezt, ezt az ideológiát, ezt a pártpolitikai tézist, a legutóbbi választásokon ezt készpénzre váltotta, tehát azzal, hogy feladta a nagyvárosokat, és a vidékre koncentrált, és ez egy előre meghatározott, megfontolt döntés volt, mert azt gondolta, hogy a stabilitást ott találja meg. Meg hát a győzelem, győzelmet is. És ez fényes sikert hozott a Fidesznek. Olyan méretű választási győzelmet, Amire előtte senki nem számított. E, igen, ez így van, de kettő dolgot tudok erre mondani. Az egyik dolog az, hogy a magyar történelemben ez is egy visszatérő trend. Tehát Budapesten sokkal erősebb a liberális ideológia, és a liberális oldal és a baloldal, vidéken pedig inkább a jobb oldal keresztény, nemzeti, polgári, stb. Ismerjük Horti 1919-es beszédét? Példának okáért. Tehát ez az egyik dolog. De a másik az szerintem ennél fontosabb, és ez pedig az, hogy lehet, hogy ez egy tudatos döntés, hogy akkor föladjuk a nagyvárosokat és vidékre koncentrálunk. De hosszú távon én azt gondolom, hogy az nem biztos, hogy egy jó stratégia, hogy a főváros és a vidék így módon szembe kerüljön egymással, mármint hogy két különböző ideológia érvényesüljön az egyik helyen és a másik helyen. Tehát ez ugyanis ellene dolgozik annak a fajta társadalmi kohéziónak, amire szüksége van minden országnak, hozzáteszem. Nagyon kevés helyen van ez meg, mert amit te felvetsz, az ugyanígy van az Egyesült Államokban is, meg ugyanígy van nagyon sok helyen. De most gondolj bele, hogy ez milyen, milyen konfliktusokat helyez el a rendszerbe, hogy gyakorlatilag a nagyvárosban élők például azt mondják, hogy mi egy önálló territórium vagyunk, mi belekapcsolódunk a világfolyamatokba, a vidék az pedig a világfolyamatoktól elmarad, lemaradók ugye szokták is minősíteni a vidékieket még ennél lényegesen negatívabb kifejezésekkel, tehát. tehát a vagy egy másik, másik olvasata, hogy nem éri meg ellen szavazni, hiszen itt van ezek a nagyvárosok, akik győztek az önkormányzati választásokon, büszkék rá. Egyébként lehetnek is. Uh -huh. De hát keserves életük van. Hát igen, ha most arra gondolsz, hogy egy kormány, amelyik más színezetű, és egy, egy önkormányzat, amelyik megint más színezetű, ez mind így van, de, de hosszú távon nem, nem biztos, hogy ez a jó trend, mert létrehoz, országokon belül különböző zárványokat, hogy úgy mondjam, vagy különböző, talán ez nem is jó kifejezés, de mindeset különböző szubkultúrákat. Tehát és azt mondod, én... hogy választási taktika lehet, nemzetstratégia nem? Hát azt mondom, hogy, hogy rövid távú eredményei lehetnek, kétségtelen. Hosszabb távon, tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy hogy, hogy néznek majd ki a 21. század közepén a társadalmak, akkor nem biztos, hogy az a jó, hogy a vidék és a főváros lényegében nincsenek érintkezési felületek köztük, és vannak fővárospártok, meg vidékpártok. Tehát a Fidesz felemelkedése éppen annak volt köszönhető, hogy fővárosiból vidékcentrikussá is tudott válni. Lehet, hogy most már inkább vidékcentrikus, mint fővároscentrikus. Megörökölt az MDF szerepét. Meg az msp jét igen. Szóval Pontosan. több legyet ütött ott egy csapásra, de magyar politikában tartósan hatalomra kerülni másképpen nem lehet, csak hogyha egy országos hálózatod van, uralod az egész országot, szervezeteket építesz ki, és így tovább. És itt van az ellenzék meglőve, és ezért nem tud az ellenzék előbbre lépni, mert ebből a kis budapesti szubkulturális párt szervezeti háttérből nem tud kilépni, és nem tud olyan kínálattal előállni, ami vidéki embereknek is vonzó lenne. Mellesleg még egy utolsó mondat ehhez, Engem most nagyon az izgat, hogy, 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 hogy ugye az áprilisi választás után az ellenzékiek eléggé le vannak amortizálva, hogy vajon az ellenzéken belül milyen dominancia viszonyok alakulnak ki, és milyen irányokat vesznek ugye a, mit tudom én, az LMP meg a párbeszéd, bizonyos értelemben az MSP, az azt gondolom, hogy nem fog tudni kitörni a kis párti szerepéből, de hogy lesz-e olyan ellenzéki párt, amelyik rájön arra, hogy egy nagy párti szerepbe kellene magát kalibrálnia előbb vagy utóbb. Ugye az áprilisi választások a, meghozták a Fidesz nagy sikerét, és még egy pártnak hoztak nagy sikert, ez pedig a DK-nak, mert világosan bebizonyosodott, vagy legalábbis a választások eredménye azt mutatta, hogy egy komoly alakulat van az ellenzéki térfélen, ez pedig a DK, a többi az Kindes igen, de azt gondolom, hogy ez. Jó mondjuk is... a 28%-on belül persze. Igen, igen, de ugye a DK-nak a határt ugye Gyurcsány Ferenc személye szab. Tehát Gyurcsány Ferenc-el kétségkívül a népszerűségüket tudják valamennyire növelni, de Gyurcsány Ferenc miniszterelnökké nem valószínű, hogy Magyarországon tud válni. Amit én mondtam, az kizárólag az ellenzéken belüli státuszukra vonatkozott. Na de engem meg az izgat ebben a történetben, hogy fölmerül-e az ellenzéken belül egy olyan párt létrehozatala, amelyik aztán az ellenzéken túli célokat is kitűzhet maga elé, és én erre látok törekvéseket most kifejezetten a momentum részéről. Ifjú mátyás király megszületik-e azon az oldalon? Is. E, hát, vagy Korvi vagy, vagy János. Igen. Na Igen. most. Így... Ugye már régóta a centrális erőtérről beszélgetünk, de itt a mai beszélgetés végén érdemes azt a kérdést fölvetni, hova vezet ez a centrális erőtér. Tehát egy progresszív, hatalmi erő lesz-e, egy nemzetépítő erő, vagy pedig egy belterjes politikai formáció? Hát, hogyha megint Európa felől nézzük, akkor ez az utóbbi. Tehát ugye az Európai Unió vezetői, európai politikusok mind, vagy szinte kivétel nélkül elég kedvezőtlenül nyilatkoznak. Mind arról, ami itt az elmúlt 12 évben Magyarországon történt. Mi is róluk. <laughs> Igen, de, de azt kell neked mondjam, hogy azért ezt nem lehet ezzel elintézni. Egy jó bombó. Nem is több. Han mert ugyanis Akár mi is a véleményünk arról, hogy mi folyik Európában, de Európának a vezető államai fújják a passzát szelet, hogy úgy mondjam. Tehát ők mondják meg, hogy például egy demokráciát hogy kell értelmezni. Ők mondják meg, hogy mi a jogállam. Erre most te meg a hallgatóid biztosan föltehetik a kérdést, hogy ezt még senki nem tudta megmondani, hogy mi az, hogy jogállam, de mégis ők mondják meg. És mivel az ő véleményük az, hogy Magyarországon nincs jogállam, Ebből fakadóan Magyarországról van egy negatív kép, meg hogy a demokráciát leépítették, stb. stb. Most ezzel szemben, ugye, amit fölvetsz, hogy akkor ez egy nemzetépítő dolog lesz, hát nyilván a történet arról szól, hogy nem elég a magyar közvéleményt, a jobboldali közvéleményt meggyőzni arról, hogy ez egy jó folyamat, hanem az európai közvéleményt is meg kell győzni, és itt ennél a témánál már ott vagyunk, hogy ebben a tekintetben mindig óriási deficitek voltak a magyar politikában. Nem nagyon tudok olyan korszakot említeni a magyar történelemből, amikor Európa elismerte volna. Talán az 1848-as forradalmunkat egy rövid ideig, vagy 56-ot. De egyébként a hosszú korszakok időszakában mindig nagyon komoly hogy mondjam, konfliktusok voltak Európa és Magyarország között, tehát az én véleményem az, hogy csak úgy lehet sikeres egy belpolitikai kormányzás, hogyha ez külpolitikailag is ö, hoz a konyhára, magyarán a mostani konfliktusokat minimalizálni kell, és másfajta mederbe kell terelni. Látok most erre törekvés, de be most él nem menjünk bele, hanem még egy dolgot itt ö, zárszóként, hogy azért megjelent az elmúlt tíz évben itt még egy ö, komponens, ez pedig ö, Európa kulturális fönnmaradásáért vívott harc. Most tudom én ezt az a kultúrkampf kifejezésére mindenhol lekapcsolják a villanyt, tehát és én nem is arra a kultúrkampfra gondolok, hanem mégiscsak egy-két kultúrának az összecsapása van most tulajdonképpen, vagy legalábbis körvonalazódik Európában. Ez a migrációs nyomás, ez egyrészt egzisztenciális dolog, mert éheznek az emberek, és keresik az élelmet, a megélhetést, az életet, az égség és a halál helyett. Uh -huh. Ugyanakkor pedig Európa kulturális identitása van veszélyben, és ilyen problémákat láthatunk Nyugat-Európában, bár hozzá kell tegyem, hogy nekem van egy francia vő, aki itt él Magyarországon már mit tudom én mióta, és az engem ezzel mindig elhesseget, hogy Franciaország erős. Franciaország mindig győzött, pedig nem, tehát egy világos gondolkodású ember, de mégse tudott engem meggyőzni, féltem Európát. Hát majd ajánlott szíves figyelmébe a vődnek, a Marcel Gaché nevű embernek a francia balsorsról Könyvét, ez nem régiben jelent meg, magyarul is olvasható, de nyilván megvan az eredetie is. miniszterelnök már biztos Én nekem is van ilyen érzésem annak alapján, amiket mondani szokott. Nap például ott azért elég sok olyan dolog van felsorolva, ami nem éppen arról tanúskodik, hogy minden jól menne, hanem pont az ellenkezőjéről, hogy a francia társadalom halálosan ki van ábrándulva a politikai elitjéből, de ez, ez, egy, ez egy, ez egy, ez egy másik téma. Azt nem tudom, hogy elégedett legyek, vagy aggódjak. <síthat> hát én sem. De még nagyon visszatérve tényleg a végén a 2009-es köcsei beszédre, annak Igen. kapcsán, amit mondtál a kultúráról. Tehát azt mondja Orbán Viktor ebben a beszédben, hogy van egy kulturális minősége a magyar társadalomnak, és a kormány feladata ezt a kulturális minőséget megőrizni. Tehát ugye a centrális erőtér, ahogy ezt megbeszéltük, a beszéd legvégén jön elő, és az, az elején a beszédnek ez a kultúra dimenzió jön elő. Hogy a, felütés. Megjön, a felütés, és, és, egy jó ideig erről beszél, hogy meg kell ér, tehát hogy mi mindenki mástól eltérő módon értelmezzük a világot, és fenn kell tartanunk ezt az eltérő értelmezést ez megmagyarázza azt, hogy Orbánnak miért van konfliktusa Európában, mert Európa nem szeretné azt, hogy ahány ország annyiféle önálló értelmezés legyen, hanem egyfajta értelmezés legyen, nevezzük ezt európai értelmezésnek. Azért, én vitatkoznék ezzel, hogy Európában konfliktusai vannak, a Büsszellel, Európai Unióval vannak konfliktusai, hiszen az angolokkal ugye el vagyunk. a németekkel nagyon jól el voltunk, amíg a Merkel volt a kancellár, és én most azt látom, hogy a Németország, mondjuk így, hogy egyéniségét vesztett politikailag, egyéniségét vesztette a Németországgal szemben, elkezd óvatosan lépkedni a trónöröklés felé Franciaország. Tehát hogy mondja, megérezte azt a pillanatot talán a francia politikai elit, hogy most előrébb lehet lépni az európai porondon, és ebben szerintem Orbán Viktor és a francia miniszterelnök csöndes társak. Jó, hát ezzel egyet tudunk érteni, ez, ez már évek óta tart, ez a, ez a, ez a barátkozási, Kokettálás. a kokettálási folyamat, ezzel nincsen probléma a probléma talán azzal lehet mondom Orbánnal, hogy, hogy szóval ilyen kelet-európai játékos vagy kelet-közép-európai játékos nincs még egy, mint ő, aki ennyire fel akar rúgni bizonyos játékszabályokat. Ugye a nyugati értelmezésben a játékszabályok jelentik a demokrácia lényegét. Azt feltételezik a nyugatiak, és nem véletlen szokták az Európai Uniót is egy klubnak nevezni. A klub szabályait azt senki nem szokta meg kérdőjelezni, meg senki nem szokott egyáltalán azon gondolkodni, mik is azok, azt úgymond mindenki tudja. Ugye? Ehhez képest jön Orbán Viktor, és egy csomó mindent elkezd kezdeményezni, ami, ami eddig nem volt szokásban. Hát na, na hogy egy ilyen kihívásra egy nagyon erős ellenreakció jön. Így járnak, ha egy tehetséges, ambiciózus ázsiai népet befogadnak a klubba de, de hogy mondjam, én a múltkori adás végén is arra buzdítottam a hallgatókat is, meg magunkat is, hogy a nyugatiak iránt is legyünk sokkal-sokkal megértőbbek. Ők is egy történelmet élnek. Ha mi azt mondjuk, most te használtad az ázsiai kifejezést, hogy, hogy ők ezt fogadják el, jó, hogy már nem a hun vonalnál vagyunk. Ugye akkor mi viszont fogadjuk el a nyugati történelemnek a kivajódott, kihordott tanulságait, amelyek nagyon mások, mint a mieink. Tehát őtőlük ne feltétlen várjuk azt, hogy mindent ugyanúgy értsenek meg, mint mondjuk egy mint mondjuk egy, egy egy lelkes jobboldali szavazó. Hát az ő, ő szempontjukból ez valami ördögi kihívás bizonyos szempontból, ami itt van, tehát csak ezt akarom mondani, hogy hogyha toleranciát várunk tőlük, akkor mi is legyünk azok velük. Kedves hallgatóink, a Farkasverem mai műsorának vendége volt Csizmadi Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, és hát, hát a 2009-es kötsei Orbán beszéd apropóján a centrális erőtér tulajdonképpen segítségül hívva ezt a fogalmat, sok mindenről beszélgettük, hogy most érdekli talán hallgatókat, de mindenképpen hatással van a világ folyására. Ez a beszélgetés ugyan nem, de a amikről beszélgettünk, az igen. Köszönöm figyelmüket, Belénesi Csabát hallották. Köszönöm szépen a meghívást.